fehér szalomban vagyunk. Most említettem Lady Mary Hamilton és második Tassilo herceg szerelmi házasságát, ugye, amely egy 42 évben át tartó nagyon szép szerelmi házasság volt, és itt egy nagyon érdekes példája van az ő szerelmüknek, ugyanis az 1883 és 87 közötti felújítás folyamán a stukkó díszítések között a mennyezet négy sarkában meglapul a kör alakú díszítések között két kezdőbetű, két monogram egymásba fonódva. Na most ez a, ha jól kivesszük, akkor ugye egy M meg egy T betű, és ugye ez nem más, mint Mérinek és Tassilónak a kezdőbetűje, és ugye ezt Tassiló gravíroztatta ide fel a mesteremberekkel a mennyezetre, ugye, hogy minél jobban kifejezze a szerelmét felesége Lady Mary Hamilton iránt, hát ugye az életükben ugye szimbolizálta a szerelmüket, hát azóta bizony már eltelt több mint 100 év, de még ugye a síron túl is szimbolizálja az ő szerelmüket. Tehát megajándékozta egy fasorral és egy díszes mennyezeti. Igen, igen, igen. Hát meg amiről még nem tudunk, de hát...